Mai alkalommal, amikor ide készültem, azon gondolkodtam, hogy vajon hányan lesznek azok, akik kitartanak így az utolsó előadásra is, meg ugye nagyjából azért a középiskolai időbeosztás az, hogy 2 órakor hagyjanak már békén és lehessen menni a csocsózni, vagy felolvasóestre, vagy képet elemezni. És ehhez képest azt látom, hogy teljes teltház van, ennek rendkívül örülök, és meg kell, hogy osszak veletek önökkel egy műhely titkot, hogy én alapvetően nem közgazdásznak készültem, hanem egy másik szaktanon, akarom megnevezni pszichológiára, és elmentem egy nyílt napra, nem mondom, hogy melyik intézménynek volt a nyílt napja, meghallgattam a nyílt napot, és elmondottam, hogy na jó, de biztos, hogy nem megyek. Tehát 17 évvel ezelőtt ott ültem, ahol ti most ültök, csak egy másik, hasonló helyen ültem, és akkor végigértem azt, hogy milyen a rossz nyílt napi előadás, úgyhogy most bízom benne, hogy sikerül annak egy antitézisét bemutatni, egy olyat, ami egy jó nyílt napi előadás. Az egész előadás előtt annyit szeretnék így általánosságban leszögezni, hogy azért az egyetemeknek a szerepe az alakul át. Az, hogy mit tudunk az egyetemen tudásként átadni, ez formálódik szinte évről évre. Azt gondolom, hogy az már 10 évvel ezelőtt is ideig múlt volt, hogy úgy gondoljuk, hogy van az egyetemen egy tudás, ti idejöttök, mi elmondjuk nektek, ti ezt leírjátok, megtanuljátok, és mondjuk, hogy ezt tudjátok. Ez már akkor is idejét múlt volt, de manapság pláne idejét múlt, mert teljesen mindegy, hogy milyen információt mondok nektek, azonnal a telefonon le tudod csekkolni, hogy igaz vagy nem, hiába mondom azt, hogy mikor született, nem tudom, Descartes, kit érdekel, benne van a telefonomban. Akkor vajon mi az, ami miatt érdemes egyetemre jönni? Mi az a tudás, amit tud még nektek adni, mondjuk egy gazdaságtudományi kar? Az előadásomat 2 részre osztom. Az első az egy ilyen betekintés lesz abba, hogy körülbelül milyen fajta ismeretek azok, amikkel rendelkezik egy közgazdász. Ezt egy 5 plusz 1 tévhit az üzlet életről témakörré fogom felépíteni, ebbe fogom becsomagolni. Ugye, és olyan dolgokat fogok nektek, önöknek megmutatni, amelyek alapvetően igaznak tűnnek egy átlagember számára, de hogyha valakinek van egy közgazdasági látásmódja, valaki mondjuk az egyetemen elsajátított egy sajátos nézőpontot, egy sajátos felkészültséget, ő rájön arra, hogy ezek valójában hamisak. Tehát az első résznek nem lesz túl sok gyakorlati haszna, sokkal inkább egy ilyen 20 perces ízelítő arról, hogy körülbelül hogy gondolkodik egy közgazdász, és akkor el tudja mindenki dönteni, hogy szeretne így gondolkodni, szeretne ezeket az ismereteket elsajátítani, vagy nem. A második rész az lesz a jóval szárazabb, de világos, hogy elkerülhetetlen, vagy nélkülözhetetlen gyakorlatias információk magáról a képzésről, amiről nem fogok beszélni, viszont kolléganőm tud rá válaszolni, az, hogy hány pont, miből kell felvételizni, megbuktam matekból, van-e esélyem, tehát hogy ezekre a technikai részletekre vonatkozóan nem fogok itt most tájékoztatást adni. Na nézzük, 5 plusz 1 tévhit az üzleti életről. Ugye a tévhitekről azt kell tudni, hogy azok olyan állítások, amik teljesen igaznak tűnnek, aztán amikor megvizsgáljuk őket, rájövünk, hogy nem igazak. Nos, az első, hogy a marketing a kreatív, ötletes reklámozást jelenti. Tök igaznak tűnik. Pénzügyre csak bankban van szükség. Harmadik, a jó menedzser egy ilyen született vezető. Ugye nem véletlenül ezzel a 3-mal kezdtem, hiszen marketing, pénzügy és menedzsment az a 3 alapszak, amelyre lehet jönni, tehát körülbelül ilyesmi sztereotípiák lehetnek a fejekben. A negyedik az, hogy a fogyasztók olcsón akarnak vásárolni, tehát végülis nincs szükség közgazdászra, hanem arra van szükség, hogy valahogy jó olcsón be tudjam szerezni az alapanyagot vagy az árut, és azt megpróbáljam utána jó olcsón tovább értékesíteni, nem egy nagy dolog ez. Az ötödik, hogy a kutatás kérdőívezést jelent, tehát ugye nem érdemes egyetemre jönni, hát egy tudománnyal próbálnak majd traktálni benneteket, ami meg ilyen kérdőív, kitöltés, meg ilyen mindenféle felesleges okoskodás, de a gyakorlati élet az más, nincs szükség erre az egészre. És plusz egy, ugye a panasz az egy rossz dolog. Már az utolsó lesz különösen érdekes. Na kezdjük akkor az elsővel. A marketing az a kreatív, ötletes reklámozást jelenti. Egyetlen ellenpéldát fogok itt hozni nektek, ami rávilágít arra, hogy hogyan gondolkodik egy marketinges, és mi az, hogy marketinges szemlélet volt. A Hilti márkát bizonyára jó néhányan ismeritek, tehát ilyen fúrókat árulnak, de hogyha egy marketingestől megkérdezem azt, egy jó marketingestől megkérdezem azt, hogy mit ad el a Hilti, akkor nem azt fogja mondani, hogy fúrót. Na mit? Mire van szükség annak, aki egy fúrót vesz, aki egy Hiltit vesz? Valójában nem a fúróra van szüksége, hanem egy lyukra. A Hilti lyukat árul, csak egyelőre nem tudjuk ezt máshogy megtenni, mint egy ilyen marha nagy masinát is kell, hogy mellé adjanak. És persze, igen, látom át, hogy mondják, hogy billegetik a fejüket, akik a mérnökipar előadására jöttek volna, hogy azért van, aki szereti ezt a gépet. Tehát jó érzés azért, hogyha ez zúg,
De ezt az 1%-ot leszámítva, a 99%-nak csak egy szükséges rossz maga az a gép, valójában ő lyukat akar a falba. Ne féltessük miért. Ha lenne erre másfajta megoldás, egy instant lyuk, csak rá kell dobni a falra, én antianyag, akkor nem lenne szükség ezekre az eszközökre. Tehát amikor én azt mondom, hogy marketing, amikor én arról beszélek, hogy marketing egy szemléletmód, akkor abszolút nem a kreatív reklámozásról beszélek. Ez is lehet ennek része persze, de akkor arról beszélek, hogy a marketing a piaci értékteremtést jelent. Piaci, ugye a marketingben felismerjük a market szót, mint piac. Értékteremtést. Rájövök arra, hogy a vevőnek mi jelent értéket, hogyan tudok számára valóban valami olyat nyújtani, amire ő vágy. Oké. A pénzügyi ismeretekre csak a bankban van szükség. Tehát én nem akarok pénzügyre venni, mert nem akarok bankár lenni. Ismét viszonylag alap elgondolás. A példa, amit itt hoztam nektek, egy abszolút nem banki példa, viszont kifejezetten pénzügyi ismeretre támaszkodó példa. Itt ilyen autópárokat láthattok, és úgy tűnik, mintha nagyjából ezek a párok kb. Ugyanazt a modellt mutatnák be, csak más fényképről, vagy más szögből fényképezve. De azért azt elárulnám, hogy ez az autó nem ugyanaz, mint ez az autó, más márkájú ez az autó, mint ez az autó, és ez is más, mint ez. A képen mindig ugyanazt a két márkát láthatjátok, az egyik a Mercedes, a másik pedig a Lexus. A kérdés az, hogy miért néz ki ez a két márka ennyire hasonlóan. Az egyik lehet, hogy ugyanaz gyártja a Mercedes meg a Lexust. Ki gyártja a Lexust? A Toyota, így van. A Toyota az nagy cég vajon? Gondolom nagy. Ugye a világ legnagyobb autógyártója. Egy japán cégről beszélünk, ami a világ legnagyobb autógyártója, hogyha az értékesítési számot nézzük. Na most akkor miért hasonlít ennyire a két autó? Hát azért, mert amikor a Toyota a Lexus-szal piacra lépett, amikor bevezette a piacra, akkor az volt az ötlete, közgazdász erre azt mondja, hogy az volt az üzleti modellje, hogy olyat csinál, mint a Mercedes, csak olcsóban. Meg is csinálta. És képzeld el magad, ahogy a Mercedesnek vagy a marketinges vezetője, és kopognak reggel az ajtódon, hogy főnök, van egy rossz hír, elkezdtek gyártani ugyanolyan autót, mint amilyen, csak olcsóbban. És a világ legnagyobb gyártója ez, aki ezt csinálta. Én mit csinálsz? Azon túl, mint hogy fölmondasz, hogy veszed a végkielégítésedet és életed végéig a Bahamákon élsz. Hanem ha szeretnél mondjuk pozícióban maradni, ha valamit kéne csinálni, végzel néhány pénzügyi számítást, vagy végeztetsz néhány pénzügyi számítást, akiket elmondod nekik, hogy tulajdonképpen nem nagy dolog múlik, kedves pénzügyes, ezeken a számításokon csak az állásod, hogy jól számolt ki, és módosítasz az áron. Milyen irányba? Csökkentem? Tök logikus lenne, ugye, ha ő alatta van árba, akkor én ő alá megyek. Végülis megtehetem. Nem ezt csinálták. Mit csináltak? Megemelték. Nagyon megemelték. Tehát jelentősen megemelte az árat. Első ránézésre azt mondjuk, hogy teljesen hülye. Hát itt nem arról van szó, hogy már így is olcsóbb, akkor még ráemelek, ez nem lesz jó nekem. Egyszerűen rájött arra, hogy azáltal, hogy ő árat emel, azáltal kirúgja a sámlit a Lexus alól, aki annyit mondott, hogy hát ez olyan, mint a Mercedes, csak olcsó. A Mercedes meg azt mondja, hogy hát igen, ha nincs pénzed Mercedesre, apám, akkor neked ott van a Lexus, a szegény ember Mercedes-e. Ehhez viszont kell, hogy legyen egy különbség kettő között, és azt mondta, hogy hát ez olyan, mint a Mercedes, pontosan csak olcsó. Eddig sem azért vettél Mercedes-t, mert árérték arányban ez volt a legjobb. Hanem azért, mert szerettél volna ezzel valamit hangsúlyozni. Na de hogyha ugyanezt megcsinálta volna, mondjuk a Skoda a Suzuki-val szemben, érezzük, hogy tehát, hogyha a Suzuki mondjuk ráemelt volna a Skodára, és akkor azt mondja, hát azért ez nem egy Skoda, ez egy Suzuki, nem működött volna. Tehát marketing szempontból rendkívül zseniális ötletnek tűnik, egy pénzügyes három darab számítással alatt, hogy nem azt egy hülyeség. Tehát azt látom, hogy nem a pénzügyi ismeret, az nem annyiban merül ki, hogy a bankban fog dolgozni, és ott van erre szükség. Természetesen ott elkerülhetetlen. De a pénzügyi ismeret az versenyelőnyt jelent minden piacon, akár saját vállalkozásról beszélek, akár egy marketing orientált vállalkozásban dolgozok, akár nem is pénzügyesként, hanem mondjuk marketingesként vagy menedzserként, rendkívül fontos ismeret. Oké, harmadik. Hogy a menedzserek azok ilyen született vezetők, ilyen tábornokok, vagy nem is tudom, hogy mondjam, akik így üvöltnek utána, és akkor
rohannak előre, kiabálnak a beosztottakkal, mindig elfoglaltak, jól öltözöttek, gazdagok, és amikor belenézel a tükörbe, akkor nem ezt látod. Tehát azt mondod, hogy hát én menedzser, hát a kutyának nem tudok parancsolni, tehát hogy a öcsém 4 éve fiatalabb nálam, azt ő diktál nekem, tehát hogy teljes esélytelen, hogy én valaha menedzser leszek. Nézzük meg ezt a szimpatikus képet, vagy a sok szimpatikus emberről készült képet. Az első kérdésem, ez csak részben kapcsolódik a menedzsmenthez, hogy ki az, aki pénzt adna ennek a csapatnak? Tehát azt mondja, hogy ez a csapat, mindenki van ötlete, kéne a te pénzed, hogy megvalósítsák. Adná neki pénzt? Aha, páran, akik tudják, hogy ez melyik csapat. Ki kezdett? Ugye a Microsoft alapítói. A következő kérdésem, ki az, aki ezt a csávót úgy gondolja, hogy na, ő a nagy menedzser ebben a Wandában? Aha, most már tudjuk, a Microsoft alapítói kicsit gyanúsabb a dolog. Hogy ez a srác, aki aztán abszolút nem úgy néz ki, mint aki a 300-ban a castingon állított volna bármilyen szerepre. De ez ugyanez a srác, akit ugye Bill Gatesként már ismerünk. Aki ráadásul azt mondja a menedzsmentről, ugye az egyik legsikeresebb vezető manapság, függetlenül attól, hogy valaki nem szereti, hogy a Microsoft néven lefagy, attól függetlenül ez a fickó elég sok pénzt keresett azzal, hogy jól tud menedzselni. És ő azt mondja, hogy bocs, de ezt így idéztem, hogy ez az angol eredetiből lefordítva, hogyha a következő században nézünk, ugye ezt még a 20. század végén mondta, akkor azt látjuk, hogy a vezetők azok lesznek, akik másokat ruháznak föl plusz értékekkel, vagy másokat erősítenek. Tehát nem azok lesznek, akik előre rohannak a harctéren, hanem azok, akik másokat rá tudnak venni arra, hogy sikeresek legyenek ezen az üzleti harctéren. Tehát úgy tűnik, hogy a menedzser az nem egy ilyen született főnök, aki mindig már az óvodában is ő volt az, aki megverte az összes többi pajtását, hanem valaki olyan, aki irányt mutat a csapat sikeréhez. Aki számára a csapat az első. Hogyha te egy olyan ember vagy, aki nem kifejezetten mások ellen szeret dolgozni, nem szeret eltiporni másokat, hanem olyan vagy, aki érzékeny arra, hogy mondjuk a körülötte dolgozó, vagy körülötte lévő, akár hallgatói milyennek, jól érzik a magukat, mivel foglalkoznak, akkor benned a potenciál, hogy jó vezető és jó menedzser legyél. Ehhez viszont tanulni kell, ehhez viszont el kell tudni sajátítani mindazt a képességet, amit mondjuk Bill Gates elsajátított. Mert ő sem ez a beleszületett hatalmas karizma miatt lett ilyen jó vezető, hanem mert iszonyatosan sokat fordít az önfejlesztésre, iszonyatosan sokat olvas, készül, tervez annak érdekében, hogy jó vezető legyen. Oké, negyedik tévhit. Az emberek olcsón szeretnek vásárolni. Na ez egy ilyen általános tévhit, hogy azért nincs szükség közgazdászokra, meg itt okoskodnak a marketingesek, meg pénzügyesek, meg menedzserek, hogy hogyan kéne itt bármit csinálni. De Magyarországon árérzékeny a piac, itt nem lehet semmit csinálni, itt az a lényeg, hogy 180 forint legyen a Lidl-ben a virsli, és akkor sorbálnak érte az emberek, erről szól a sztori. Na már most, ez több szempontból hülyeség ez az állítás. Először is. Azt, hogy az emberek olcsón szeretnek vásárolni, ez azért sem igaz, mert hogyha megnézzünk egy konkrét hirdetést, például ez egy ejtőernyőt bemutató hirdetés, tételezzük fel, hogy holnap neked ki kell ugranod egy repülőből. Nem tételezzük, hogy miért ki kell ugranod, tehát szükséged van ejtőernyőre. Vagy hát, ha csak nem akarsz nagyon kemény lenni, akkor szükséged van ejtőernyőre, vagy nem állsz nagyon rosszul az érettségkészüléssel. Kell ejtőernyő. 2 darab ejtőernyő ajánlat van számodra, az egyik a baloldali, 2000 dollárért, de legyen tök mindegy, 20 ezer forintért, a másik pedig 36 ezer forintért. Itt láthatod. Ki az, aki szeretne olcsón ejtőernyőt venni? Kész föl. 2-3, én nagyon rosszul állnak valóban fölkészülése. Vagy a mellette lévőnek szeretett, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy csajozzon valaki, hogy bevállalnám. Hagyok neked a drágábbból. Ki az, aki a drágábbat venni? Aha, 197. Tehát 197-3 arányban nyert a drágább. A kérdésem az az, hogy miért? Hát ez nem ugyanaz ez a kettő? Hát... nem. Miért nem? Hát mert nem ugyanaz az ára, akkor gondolom nem ugyanaz, hát nem lehet ugyanaz. Ugye a fogyasztó fejében van egy ilyen berögződés, hogy az ár meg a minőség, ezek valahogy egymással kapcsolatban állnak. Hiába próbálnának benneteket meggyőzni arról, hogy ez két teljesen ugyanolyan termék, nem innétek el. Miért? Mert azt mondod, hogy hát azt a piac nem hagyná. Hát az már rég balhé lenne belőle. Hát akkor senki nem venné a drágábbat, hogyha ugyanolyan lenne. Hát most tettétek fel 197-en a kezeteket. Hát dehogy nem venné a drágábbat, ugyanúgy venné. Tehát egyrészt azért hülyeség az,
hogy a fogyasztók olcsón akarnak vásárolni, mert a fogyasztók nem szeretnének gyenge minőségű terméket vásárolni. Leszámítva néhány extrém esetet, tehát világos, hogy aki kocintós bort vesz, tehát 2 liter 3,99, valaki magára ismert felébredt, hogy jöttek értem, az világos, hogy ő nem a minőségre vágyik, tehát ott az egy más motiváció, tehát ott ilyen instant berúgás a cél. Tehát nem minden esetben igaz ez, de általában a fogyasztó nem szeretne kifejezetten gyenge minőséget vásárolni. Na, de nem is ez a fő bajom azzal az állítással, hogy a fogyasztók olcsón akarnak vásárolni. Ennél sokkal alapvetőbb bajom van ezzel az állítással. Az, hogy mit jelent az, hogy olcsó. Szóval aki elmagyarázza nekem ezt a szót, hogy olcsó, ez mit jelent? Ez valamilyen kevesebbe kerül, mint amit bekerülnie kéne. Vagy úgy gondolom, hogy ez 100 forint kéne, hogy legyen, de csak 80 forint, úgy tűnik, akkor ez olcsó. Na, tehát ez azt jelenti, hogy én tudom, hogy mennyibe kéne kerülnie, ránézek és látom, hogy nem annyiba kerül, tehát olcsó. De tudom, hogy mennyibe kéne kerülni, ismerjük az árakat ezek szerint? Mondjál nekem valaki, hogy mennyibe kerül egy kiló kenyér? Ugye rögtön két kérdés merül föl, egy, milyen kenyér? Mert ugye az egyik, hogy most ilyen fehér kenyér, vagy pedig ilyen Norbi, Abdi, Doktor, Hókuszkok és Csont, 6000 forint per dekás kenyere. Tehát milyen kenyér? Azt mondom, oké, fehér kenyér, tehát régen Erzsébet kenyér, még lánykori nevén, tehát fehér kenyér, egy kilós, következő kérdés, hogy hol? És a Pékségben, vagy Kissarkiból, vagy Tesco-ba, oké, Tesco online webshop, egy kiló fehér kenyér, mennyibe kerül? Hát de nem tudom. Hát valahol ott is 210, 250, 280, 310, valami ilyesmi. De hát akkor ez azért legyen, hogy tudjuk. Hát most az körülbelül még legyen 260 forint ez a kenyér, akkor én tudtam, hát most én 2-10-et mondtam, de hát az kb. Ugyanannyi. Hát hogy ne lenne kb. Ugyanannyi? Hát egy 20% különbség van a kettő között. Ez azt jelenti, hogy minden céges vezetőnek azt mondhatom, hogy 20%-ot árad, 20%-ot emelhetsz az áradon, nem tűnik fel a fogyasztónak. Mert 20%-os pontossággal se tudja megmondani az árakat. És nem azt kérdezni, hogy mennyibe került ez a szék, vagy mennyibe kerül ez a léptető, vagy ez a projektor, amit még nehezebb lenne megtippelni, hanem egy kiló kenyér. Ennek az árát se tudod. Ami nem a te hibát, tehát senki ezt van posztgraduális képzésünk, ahol orvosokat, mérnököket, gyógyszerészeket tanítunk, belőlük csinálunk közgazdászt is, ők se tudják. És mindenki mondja, te nagyanyám nyugdíjas, hogy tudná, oké, de ő meg azt nem tudná, hogy ez mennyibe kerül. Tehát innentől kezdve azt látom, hogy azt se tudja az ember, hogy mennyibe kéne kerüljön, hát hogy lenne ezek után képes arra, hogy az olcsó árat meg tudja határozni. Tehát nem, ez nem igaz, a fogyasztók nem akarnak olcsón vásárolni, a fogyasztók jó üzletet akarnak kötni. Ők ezt az érzést akarják, hogy megérte, jó volt. Black Friday erről szól. Tehát, miért mész verekedni a MediaMarktba? Jó, valaki szórakozásból. De az embereknek egy része azért, mert most nagyon kedvezményesen tudtam venni egy hűtőgépet. És miért vettél? Hát ugye akartam költeni 80.000 forintot egy hűtőgépre, vettem egy 120.000-eset. De 150-ről volt leakciózva. És ennek van ilyen juice-adagolója, meg ilyen jégadagolója. Fogod használni? Nem, mert a Spice-ban van az egész, tehát én nem járok be oda juice-inni, de van benne. Jó üzletet kötöttem, hiszen jóval magasabb ár volt fölírva és áthúzva. Tehát innentől kezdve, ha rájövök arra, hogy a fogyasztó az jó üzletet akar kötni, ezt az érzést akarja. Ti nem azt akarjátok itt most elérni, hogy vagy azzal az érzéssel távozni, hogy na, a KTK számotokra egy olcsó képzést nyújtott, azt szeretnétek, hogy ez jó, jól döntöttem, ez kellett volna. Most itt az én feladatom, az pusztán annyi, arról meggyőzzenek benneteket, meg a szüleiteket, vagy annyi muníciót adjak nektek, hogy meg tudjátok győzni a szüleiteket, hogy ez egy jó döntés volt. Erre vágyik az ember, és azt is vegyük észre, hogy minél több az információ, annál nehezebb jól dönteni. Pont itt beszélgettük az előadás előtt, hogy milyen sokan vannak ahhoz képest, hogy az infók elérhetőek a neten. Mit keresnek itt? De el lehetne érni, sőt, szerintem ez fel is fog kerülni, talán valami videófelvétel, azt is meg lehet nézni. Hát azért, mert a fene tudja már a neten, hogy kinek lehet hinni, meg most melyik véleményt olvasson el. Eljövök ide, mert ez tuti hiteles, tehát meg akarom nézni, hogy állott egy fickó, és ő mit mond. Egyre inkább ki vagyunk hegyezve arra, hogy valaki szűrje már meg nekünk az információkat. Mondjon már olyanokat, amit ő megnyugodhatok, hogy hú, jól döntöttem.
Mert érted, a Black Friday előtt próbáltál vásárolni, ne vegyél, Black Friday-on vegyél. Ott vennék. Ne vegyél, Cyber Monday-on vegyél. Ne vegyél, januárban kell venni, akkor van leárazás. Ne vegyél januárban, várj. Nem, azt sem tudom, mikor vásárolja, hol vásárolja. Tehát a fogyasztónak ez az érzés, hogy jó üzletet akar kötni, ez lassan felülír mindent. Azt az érzést, ezt a megmutató dolgot szeretném, mint ahogy te is pályaválasztás előtt, hogy oké, ez jó döntés volt. Na és akkor valamennyit itt a tudományról is beszéljünk. Ugye szokták ezt, hogy mi értelme ennek az egész okoskodásnak, meg tudóskodásnak manapság, minek az egyetemre jönni, helyette meg kell nézni 3 YouTube videót arról, hogy hogyan csináljunk reklámot, meg mennyi vegyünk bitcoin, és onnantól kezdve gyakorlatilag közgazdászok vagyunk. Hiszen a piackutatás, vagy bármilyen fajta kutatás, az ilyen kérdőívezést jelent. Egyetlen példát hozok, ami szintén kutatás, szintén piaci jellegű kutatás, de semmi köze a kérdőívezéshez, és viszonylag modern eszközöket használ. A szemkamera, mint ilyen, valaki hallotta már róla, létezik ilyen, igen, tehát ez régen olyan volt, hogy marha nagy szemüveg, ami nézte azt, hogy a szemgolyót merre mozog, meg azt, hogy merre áll a szemüveg, és ez alapján bebírt rajzolni, hogy hova nézel. Tehát meg tudta alapítani, hogy hova nézel. Most már nem is kellenek ilyen szemüvegek, vannak olyan, sőt, online verzióban működik az, hogy csak a webkamerádról már beazonosítja, hogy hova nézel. Ez még egy hagyományos szemkamerás vizsgálat, tehát ahol fölvették az emberek a szemüveget, odaadtak nekik egy készülő újsághirdetést, amiben ezt a pelenkát akarták reklámozni, majd megnézték, hogy 300 ember mire nézett, ezeket egymásra vetítették, ezeket a térképeket, és ez jött ki, hogy így nézelődnek ezek az emberek. Tehát, hogy itt a pelenka reklám, ez egy hőtérkép, tehát minél melegebb a szín, annál többen néztek oda. A kérdésem az az, hogy ha ezt látod, te vagy a marketinges ennél a cégnél, ennél a pelenka gyártónál, örülünk vagy nem? Nem. Miért nem? Mi a probléma ezzel? Nyilván kicsit csugolta, hogy mi a probléma, hogy valószínűleg nem örülünk. Mi a gond ezzel? Hogy a babát nézték. Így van. És mi meg nem babát állunk. Tehát... mi csináljuk? Mi egyik verzió módosítjuk az üzleti modellet, tehát elkezdünk babát árulni. Másik verzió, hogy módosítunk a reklámot. Mit csináljuk vele? Mert ez így nem jó. Tehát nem babát nézzem el. Igen, lehet az, hogy megyünk, dobjuk ki a babát onnan, de hát akkor egy nem különösebben impozáns hirdetést kapunk. Tehát, hogy a baba az pont azért van, hogy fölkeltse az érdeklődést. Mit csináljuk? Valamit ezt a babával kéne csinálni, hogy összenyomni, igen. Valamit változtassunk rajta, mondjuk azt, hogy hogy áll a baba. Ne így álljon, hanem mit csinálj, mit nézzen? A szöveget. És nézd oda, elkezdi nézni a szöveget, és az emberek is a szöveget nézik, hogy figyelj, mit néz ez a baba. Elolvasom majd, mit néz a baba, elolvasom azt is, amit nem is néz a baba, a márka nevet. Működik a dolog, hogy saját magamtól, kutatás nélkül, soha az életben nem jöttem volna rá, hogy ez a reklám nem jó, az teljesen biztos. Megnéztem, hogy azt mondom, hogy figyelj, gyerek, jó lesz, a baba szép, a pelenka jó, ott a szöveg, mehetünk, csináljuk, vegyük meg. És egészen addig, amíg nincs benned az a fajta tudományos igényesség, hogy igenis ezt mérjük már meg, tegyünk már egy szemkamerás vizsgálatot mögé, de tegyünk már mögé egy akármilyen fajta vizsgálatot, addig nem fogsz rájönni arra, hogy folyamatosan hülyeségeket csinálsz, mert nem méred meg, hogy miért és mit csinálsz. Tehát ez ugye egy jó hangzó klisé, hogy a piackutatás egy probléma megoldására való, nem arra, pusztán, hogy tudományoskodjunk. Tehát használjuk a rendelkezésre álló adatokat. Na és a plusz egy, ez részben kapcsolódik a képzéshez, ez sokkal inkább nekem is egy ilyen misszió, hogy megpróbáljam Magyarországon megváltoztatni ezt a nézőpontot, ahogy a problémákhoz állunk. Ugyanis nálunk ez egy abszolút növe standard, hogy a panasz az egy rossz dolog. Na hát miért lenne a panasz jó dolog? Majd te nekem valami, hogy miért lehet jó dolog a panasz? Ha valami visszajelzés, ráadásul valami tök ingyenes visszajelzés. Ráadásul egy tök ingyenes visszajelzés olyantól, aki számunkra fontos, mert megvette már egyszer a termékünket. Ha az én hallgató azt mondja, hogy te Szabolcs Áram, hogy borzasztó rosszul tanítasz, erre csak az egyik válasz az, hogy te meg megbuktál. Nem itt, örökre, mindenhol. Tehát a másik válasz az valószínűleg az kell legyen, hogy te figyelj már, ő ide mert állni, és bevállalta azt, hogy meg fog bukni életében örökre marketingből, és elmondta, valószínűleg akar valamit.
És el is állom, hogy mit? Változtatni ezen. Tudod miért? Mert vissza akar jönni jövő héten is, és szeretné, hogyha nem egy rossz órát kellene hallgatnia. Na most egész addig, amíg a panaszhoz én úgy állok, mert én annyira, én tudom én a bizniszt, hát nem kell nekem tanulnom, hát nem kell egyetemre mennem, hát én így születtem, láttam, hogy hogy kell csinálni a seftet, és úgy állok hozzá, hogy panaszosokat, ezt még szegény Hofi Géza mondta, hogy panaszosokat úgy szoktuk kezelni, hogy nem a zsömle kicsi, úgy idézem, hogy ő mondta, hanem a te pofád nagy. Tehát így állunk a panaszhoz, innentől kezdve csodálkozunk, hogy nem jutunk egyről a kettőre. És akkor ezt egy nem is nyugatabb, hanem keletemre lévő országba hoztam a példát, ezt saját magam fényképeztem, szingapúri repülőtér WC-je, ahol járunk. Ki van rakva egy kis érintőképernyő. Jó reggelt kívánunk, értékeld a bulit! Mennyire vagy elégedett a WC-n kell, illetve Soul Ian Se munkájával, ugye Soul Ian Se ezzel a fényképpel az örökké valóság részévé vált. Érted? Egy nyilvános WC-t. Kedvenc mondatom, hogy talulban, hogy ezt a felületet rendszeresen fertőtlenítjük. Tehát ugye, hogy ne az legyen ez a nyilvános WC-s dilemma, hogy hogy bírok könnyékkel kijutni a WC-ből, ne kelljen hozzányúlni semmihez. Nyugodtan nyomd, de miért érdekli őket az én véleményem erről? Hát érted, monopól helyzetben van, nincsen másik, az itteni Changi reptér, ez a fő reptér. Nem mindegynek, hogy elégedett vagyok-e vagy sem? Nem, két dolog miatt nem. Egyrészt, mert szeretné Soul Ian Se bérezését ehhez igazítani, és motivációs rendszerét ehhez igazítani, hogy kedves szó, mikor fölkelsz reggel, jusson eszedbe, hogy hát, ha ma többen mondják azt, hogy elégedettek az, hogy takarították ki a budiba. Kettő, mert hogy őnek ezen feladata, őnek nem lehet a, nem tudom, űrkutatásra kapcsolatosan sikereket elérnie, mert hogy nem űrkutató, hanem takarító. Kettő, mert ezek után én úgy gondolom, hogy itt én fontos vagyok. Ebben az egész országban, ez a repülőtéren, hiszen ő is versenyez. Kivel versenyez ez a Changi reptér? Nincs másik reptér itt a környéken, Szingapurban. Hát versenyez mondjuk Hongkonggal, versenyez Japánnal, Dél-Koreával, versenyez egy csomó dologgal, ahova én elmehetek legközelebb, hogyha szeretnék utazni, és ő azt mondja, hogy én ebben a versenyben szeretnék beszállni, és ebben a versenyben szeretnék minél sikeresebb lenni. Ugyanis, hogyha tudományos szempontból közelítem meg, ez egy amerikai autópiaci példa, de tök mindegy, nagyjából általánosan igaz. Elpártol az elégedetlen ügyfelek 78%-a. Értem, tehát nem tetszett neki? Elmegy. Oké. Okay. Elpártol az elégedett ügyfelek 54%-a. Tehát azt jelenti, hogy nem újra veszi ugyanazt a márkát. Tehát vett egy Toyotát, megkérdezem, hogy elégedett vele? Igen. Miért veszel? Legközelebb egy Chevrolet. De miért? Mert most egy olyat veszek. Elpártol a panaszos ügyfelek 32%-a. Hogy mi van? A panaszos ügyfelek 68%-a marad. Hát várjál, hát valószínűleg ezért panaszkodik. De az, aki nem akar bejönni többet az órámra, az nem fog nekem szólni, hogy rosszul tanítom. Mert minek szólna? Sokkal egyszerűbb megoldás az, hogy nem jön be többet. Ahogy egy kollégám szokott fogalmazni, lábbal szavaz. Tehát nem erre viszi az útja. Vagyis innentől kezdve, hogyha én erre nem jövök rá, akkor folyamatosan hibákat fogok halmozni, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egészen addig, hogy Magyarországon minden pénztárgép hátuljára ugyanaz a mondat van írva, addig azt kell, hogy mondjam, hogy mi erre még globálisan nem jöttünk rá erre a panasznak a jelentőségére. Mi van írva minden pénztárgép hátuljára? Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Hogy mi van? Több szempontból érdekes. Egy, nem fogadunk el. Meg ki vagy te, hogy nem fogadsz el? Tehát, hogy itt vagy érte egy szutyog kis boltban, de nem fogadsz el reklamációt. Egy. Kettő. Törvényére köteles, hogy elfogadni reklamációt, tehát közd ez hazugság, amit ide írtál. Három. Most őszintén, pénztárta volt állapotás után. Előtte kezdve reklamálni, hogy benézés a tejföl. Tehát, most de nem bontottam ki. Tehát, több szempontból is rossz. Egész addig, amíg ezen nem változtatunk, addig úgy gondolom, hogy van még értelme gazdasági ismereteket átadni. Tehát, a panasz az nem rossz dolog, hanem panasz az ingyenes információ, kezeljük így. Vagyis a közgazdász marketingesként ismeri a fogyasztót, így képes számára értéket teremteni. Pénzügyesként megalapozottan tud dönteni. Menedzserként másokat vezet sikerre. Nem olcsó, hanem jó üzleteket köt, kutatással problémát old meg, és a panaszt ingyenes információnak tekinti. Tehát körülbelül ezek azok az ismeretek, amelyek globálisan tudok arra rávilágítani, betekintést adni abba, hogy mit is értek az alatt, amikor azt mondom, hogy nem az a kérdés, hogy el tudod-e mondani azt, hogy Adam Smith mikor született, mikor halt meg, hanem az, hogy van-e valamilyen fajta látásmódod. Márpedig ezt nagyon nehéz egyetemen kívül megszerezni.
Tehát lehet, persze, de ez kicsit olyan, mint hogyha sportban azt mondanám, hogy meccs rutin kéne szerezni, anélkül, hogy játszanék egyetlen meccset is. Tehát majd edzésre. Tehát én otthonról megtanulom ezeket, nem kell nekem bemenni formális oktatás kereteibe. Na oké, következő rész, szárazabb információ. Praktikus infók a GTG képzésére, tehát mit is csinálunk itt, meg milyen fajta képzések vannak, mit kell csinálni annak, aki szeretne ezeket elvégezni. Alapvetően 4 szinten vannak nálunk is, mint amúgy más karokon is. A képzések van felsőfokú szakképzésünk, van alapképzés, tehát ez a hagyományos 3+1 fél éves, vagy 6+1 fél éves alapképzés, mesterképzés és doktori képzés, hát az még jelenleg, akik itt vannak, azoknak kevésbé releváns számotokra. Ez az első 3 az, amelyik leginkább releváns. A felsőfokú szakképzésen belül 3 fajta szakot érdemes megemlíteni. Kereskedelmi és marketing, gazdálkodási és menedzsment, pénzügyi és számvitel. Ugye ismét ugye az a 3-as tagolás, amit már a 5+1 tévhitnél is láthattunk. A kereskedelmi és marketingen belül van még marketing kommunikációs irány, tehát aki inkább ezzel akar foglalkozni, van a logisztika irány, tehát aki inkább ilyen árumozgatás területén szeretne helyezkedni. Pénzügyi számvitelnél vállalkozási, illetve pénzintézeti irányok vannak. Ugye a felsőfokú szakképzésből aztán tovább lehet menni egyébként az alapszakokra, vagy BSC képzésre. A 3 alapszakunk, ami valószínűleg a jelenlévők többségét ez érdekli, a gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, illetve pénzügyi és számvitel. Hogy itt kiknek ajánljuk, hát ezt mindig nehéz azért meghatározni, már csak azért is, mert 18 évesen az én ismereteim szerint az ember saját magát sem ismeri annyira. Tehát ennek idején a pszichológiát miután kifocizták a nyílt napon, beadtam szociológiára, matematikus képzésre, programozónak, meg közgazdásznak. Hát nem mondom, hogy ez egy és ugyanaz az irány. Tehát, hogy ez úgy szép és jó, amit itt láttok, de nem feltétlenül tudod már most eldönteni, és ne legyen amiatt rossz érzésed, mert nem tudod magadat így egy-egybe beleirányítani valamelyik irányba. Hozzáteszem ráadásul, később lehet mozogni valamennyire, nem mondom, hogy adminisztratíve. Teljesen simán, de lehet mozogni, tehát az azért ne okozzon álmat a éjszakákat, hogy úristen, nem tudom eldönteni, hogy a kereskedés marketing vagy a gazdálkodás és menedzsment. Ez ki fog alakulni. Egyébként nagyon nagy különbség például között a kettő között nincs. Tehát gazdálkodás és menedzsmentet inkább azoknak ajánljuk, akik ilyen generális témák iránt érdeklődnek. Tehát kevésbé a marketing iránt, hanem sokkal inkább általában a cégek iránt, szeret emberekkel dolgozni, ugye a HR például, a humán erőforrás, ez egy ilyen terület. Szeret szervezni, intézkedni, esetleg szeretne saját vállalkozást. Ugye, tehát ott is ilyen generálisabb ismeretre van szükség. Kis pénzügy, kis marketing, kis menedzsment. A kereskedelmi és marketing ez valamelyest egy kreatívabb terület, van valami szép érzéke, tehát szeret foglalkozni ilyen vizuális megjelenítéssel, jól dolgozik csapatban, tekintve itt nagyon sok csapatmunkás feladatok lesznek, nem kapcsol el a reklámok alatt sem a TV csatornára, hát ezt még korábban írtuk ide fel manapság, mert nem az, hogy nem kapcsol el, nem, egy, nem néz tévé, kettő, ki az, aki úgy néz tévét, hogy leül, bekapcsolja, azt nézzük, mi van a tévében. Tehát, hogy alap, hogy tekergetem, megállítom, tehát nem kapcsol el a reklámokról, mert nem is találkozik velük. Maximum YouTube 5 másodpercesét, aki talán kevésbé idegesen kattintja el az 5 másodpercet, az már egy ilyen remény, hogy lehet, hogy te szereted ezt. Volt, ahogy élvezed. Tehát inkább ebben az irányba tudnám ezt tolni. Pénzügyi számvitel pontos, szereti a számokat, szeret logikus rendszereket, szeret rendet tenni a káoszban. Hát biztos van ilyen középiskolás is, aki ilyen. Inkább azt mondom, a pénzügy esetében, aki ugye szokott lenni egy tipikus vízválasztó, hogy melyik mennyire matekos. Mert hogy a pénzügy az értelemszerűen eléggé matekos, a marketing kevésbé matekos, a gazdálkodás menedzsment valahol a kettő között van. De ne az alapján döntsük el, tehát így is, hogy is kötelező jelleggel fogsz tanulni valamennyi matematikai tárgyat, nem ebben lesz a fő különbség. Tehát ez szokott még megint egy tévhit lenni, hogy valaki elindul marketing irányba, és többentet tapasztalja, hogy itt is vannak számok. Hát az a dátum egyrészt, másrésztről a diplomádban közgazdász teszel, tehát hogy azért alapvető ismeretekkel rendelkezned kell, tehát ezt nem tudjuk elkülöníteni. Aki ennyire irtózik a számoktól, annak két üzenete majd egyrészt általában túlélhetőek, már csak azért is, mert most fogod majd megtanulni, amit tudni kell, másrésztről pedig akkor azt mondom, hogy próbáljunk meg megbarátkozni ezzel a gondolattal. Na jó, mesterszak.
marketingmesterszak, pénzügymesterszak, vállalkozásfejlesztési mesterszak, illetve angol nyelvű képzésünkön nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak. Ezzel azt szerettem volna mutatni, egyrészt akik mesterszak iránt érdeklődnek azoknak, másrészt aki az alapszak iránt érdeklődik, láthatja, hogy van tovább. Tehát nem kell 3,5 év után abba hagyni a tanulmányokat, úgy van összeállítva a képzés, hogy tudsz tovább menni mesterszakra. A finanszírozást illetve, ugye ez egy ilyen kritikus kérdés, néhány évvel ezelőtt a gazdasági képzéseken átalakult a finanszírozási szerkezet, akkor elég rossz volt, most már valamennyivel jobb ennél, tehát most már van állami ösztöndíj is, de azok, akik nem lesznek állami ösztöndíjasok, hanem nekik kell fizetniük a tanulásukat. Egyik részről a diákhitelt tudják használni, másrésztről igen sok vállalati ösztöndíjunk van, az azt jelenti, hogy aki jól tanul, jó jegyeket szerez, ő választhat vállalat által fölkínált ösztöndíjból, ahol vagy a tandíjának a felét, vagy az egészét egy cég fizeti, cserébe annyit kér tőle, hogy menjen el oda a szakmai gyakorlatra, amikor majd eljön a kötelező szakmai gyakorlat. Tehát ilyen szempontból már elkezdett viszonylag korán a cégekkel való ismerkedést, nagyon jó ugródeszka szokott ez lenni. Azon túl, mint egy csomót segít a családnak, hogy ne kelljen kifizetni a tandíjat, másrésztről már első évesként elkezdesz valamilyen céggel közelebbi viszonyt kialakítani. A képzés hossza, mint mondtam, 6+1 fél év, szintén kitérek még egyszerre, hogy van tehát egy ilyen alapozó blokk, amiben általános gazdasági alapokat fogtok tanulni. Ugye aki gazdasági szakközépiskolából jön, számára ez nem nagyon lesz újdonság, aki gimnáziumból jön, számára újdonság lesz, de nyilván a hallgatóink jelentős része gimnáziumból jön, tehát hogy nem lepődünk meg rajta, hogy ő még nem hallott erről, majd megtanulja azt, hogy általánosságban hogyan működik a gazdaság, hogyan működnek a nemzetgazdaságok, hogyan működik a statisztikai módszertan, és mint mondtam, némi matematikai ismeretekre is szert fog tenni. Ezek mellett pedig elkezd szakspecifikus területen ismereteket szerezni, tehát hogy mit lehet ezeken a területeken tanulni. Gazdálkodás és menedzsment szakon, gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek, folyamatok, leginkább tervezés, elemzés, szervezés. Tehát hogyan tudok én egy céget vagy szervezetet vezetni? Kereskedés marketingnél piackutatás, marketing tervkészítést, arculat és marketing kommunikációt, social media kommunikációt. Most például egy új kurzusunkon belül Huszár Sándor kollégám csinált egy olyan projektet, ahol a hallgatóknak egy komplett weboldalt kell összerakniuk. Csak a hallgatók dolgoznak rajta. Nulláról, tartalommal, megjelenéssel, mindennel nekik kell megcsinálni. Most 2 hallgatói csapatnak az eredményét követően cég állást ajánlott, az egyiknek csak megrendelés szintjén, tehát bedolgoznak, pusztán azért, mert a Sanyi kollégám fölrakta ezt nyilvános, hogy már ezt csinálták a hallgatók, tényleg nagyon köpec weboldalakat, és azt mondták cégek, hogy te figyelj, mert hát ilyet akarunk mi is. Tehát ilyen értelemben igen, piacközeli megoldások. Termék, szolgáltatás, tervezés, árazás is ide tartozik. Pénzügyszámvitel, vállalkozások vagy pénzintézetek pénzügyének az irányításáról, számviteli rend kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről fogtok tanulni. A ITK-n büszkén vagyunk arra, hogy igen, nemzetközi a környezet. De hát egyrészt van alapszakunk is angol nyelven, de az csak külföldi hallgatóknak, tehát az magyar hallgatóknak egyelőre még nem elérhető. Ez azt jelenti, hogy van a rendszerben több mint 200 olyan hallgató, aki az épületen belül megfordul, aki 30 valány országból érkezett, tehát itt a Japántól, Ekvádorig megtaláltok igen sok nemzetiségű érkező embereket, mert egy tök jó hangulat van az egész épületnek. Hát nyilván itt a fényükkel témány gálták a könyveket, vagy ezek az rostulákat, meg ezek a magyarok, de ez jól illusztrálja a nemzetközi hangulatot. És végül az utolsó sorban ez az a generális kérdés, amivel inkább égető, úgy gondolom, hogy a legtöbbeteket foglalkoztatja, hogy oké, ez itt szép és jó, de mi leszek majd ezeknek? Mire jó az a diploma? Én értem azt, hogy az ember manapság javarész azért, hogy egyetemre, mert szeretne egy diplomát. Tehát a tudás nem baj, ha még kapok azt is, de azt egy diplomát kapjak, mert azt kell, amit előszakszok. Én úgy gondolom, hogy ezzel nincs is semmi baj ezt a mentalitással, de azt nektek kell mondanom, hogy a diploma az nem egy olyan belépő az élethez, hogy megvan a diplomát, akkor parancsol rögtön, itt van az első állásajánlat, amit csinálok el. Nem baj, hogy lusta vagy, meg hülye is, de egy kis nagy diplomát, örülünk, hogy nálunk dolgozol. De arról szól a dolog, hogy innentől kezdve van egy olyan látásmódod, amivel sikeresebben tudsz önnek valósítani, sikeresebben tudsz mondjuk munkahelyet választani. Hoztam 3 olyan hallgatót, minden 3 nekem volt a szakdolgozó,
Úgyhogy igen, jól ismerem őket, és három teljesen különböző utat jártak be, de maguk nemében igen sikeresek voltak. Egyrésztről Zsuzsi, aki saját céget alapított itt Szegeden, ráadásul a férjével, szintén gyarunk hallgatója volt, az Antal nevű céget, valószínűleg azért nem ismeritek, mert csak külföldi piacra dolgoznak, a világ legnagyobb gyártóival, a Toys R Us-szal például, a világ legnagyobb játékgyártójával dolgoznak ki lojalitás programokat. Ha még valaki esetleg emlékszik a Kultúr Caféra, ugye ott volt a bosszok, vagy a tündérkonyha fölött, egy tök jó hangulatú hely volt, bezárták, az most az irodájuk, tehát olyan irodájuk van, mint a klasszikus startup cégeknek dolgoznak, közel 40-en, tehát ő megcsinálta azt, hogy a saját vállalkozásával lett sikeres, nemzetközi piacon Szegedről és Szegeden is maradva. Juhász Anita, aki a Google-nél dolgozik jelenleg Lengyelországban, ugye Google-ről bizonyítani is tudtok, hogy elég jó munkakörülmények között el tud dolgozni, ő szintén elment egy hallgatói verseny keretében, mesterszakos volt nálunk, amikor kimentek Írországba, egy Google Challenge-re, ahol jól teljesítettek, és aztán bekült rendszer, azt kapott egy állásajánlatot, hogy jöjjön hozzájuk dolgozni, és most a három szintet lépett fölfele. És Máté, aki pedig azért hoztam ide, hogy ő olyan területen dolgozott, már nem is dolgozik, ami tulajdonképpen csak az ő szívéhez áll nagyon közelről, annyit kell tudni, hogy a két Mátéján két darab Újpest címmel tetoválás van, tehát ő szereti ezt a csapatot, és ebből is jött a szakdolgozatát, hogy hogyan lehet a szurkolókat visszacsábítani a foci stadionokba, ez még a nagy stadion építés előtt volt, és nem tudom, hogy fog lenni a kezdődött a szurkolókozat, amiért a stadion építés. De értek ilyet, és az Újpestről fölkeresték, hogy te figyelj már, nem akarsz lenni a marketingesnek, és az Újpest marketing vezetője lett így, tehát ilyen egyébként megvalósította ő is az álmát, egy teljesen más területen, az a csapat, akinek szurkolt, annak lett utána a marketing vezetője. Tehát ezek mutatják azt, és egyik esetben sem az volt a fő kulcs, hogy volt egy építés diplomája, ez egy szükséges feltétel, vagy nem volt elégséges feltétel, egyikőjüknél sem. De mindegyikőjük, de igaz az, mind a hármunkra, hogy amikor már az első nyílt napon látod őket, akkor látod rajta, hogy nem félnek őkbe. Tehát, hogy ők akarnak valamit, valószínűleg ez a mentalitás vezette őket sikerre, amúgy vagy a GTK-s támogatás miatt, vagy akár annak ellenére, de sikerre vették. Jó, és számú gondolatként pedig arra invitálnék mindenkit, akinek felvetett az érdeklődést a ilyenkörülésített GTK képzés vagy képzései, ő bővebb információkat tud meg december 10-én a Karinyír napon, ami a Kálványos Udarok épületünkben van, így néz ki, tehát az orzsiknál kis teszkóval szemben, várjunk mindenki szeretett volna, hogy további kérdéseket.